Na, sziasztok! Köszöntök innen mindenkit a Kaszapeli Történelmi Emlékparkba. Na, hát itt nézzük meg egy ilyen, ezt a földbe vágy, vagy hát ilyen földházat. Hát. Na, nézzük be. Hát, sok érdekes. Így. Ókori talicska. Mindjárt megnézzük, hogy ez a szalmata. Szalmata kori lakóház. Akkor ez az. Na, nézzétek meg innen. És egyébként még ott arrafele van több minden is, de hát még itt van ez a ház, még ezt is megnézzük. Na. Hát ő micsoda. Árpádkor. Itt se sok nézni való van. Van ott azért egy pár köcsög. Történelmi kamerákkal is figyelik itt a cuccot. Na, akkor nézzük, hogy ez micsoda. Gondolom, hogy nekik ezzel szántottak. Itt egy szekér. Na, a hodály. Na, tessék, nézzük meg, hogy mit írnak a hodályról. Gazdasági épület, nagyobb pajtaszerű építmény. Lakóház mögött két hodály. Egyik hodályban elárvult szekerekkocsik, a másikban termények tárolására használták, tehát akkor két hodály van. Aha. Nem semmi. Így néz ki. Az a hatalmas gedebé, az vajon mi lehetett? Azt nézzétek, itt van egy stelázsi. Ott egy mosóteknő, gondolom, hogy az. Nem megyek közelebb, mert egy dadásfészek van valahol, nagyon sok a dadás. Úgyhogy itt tisztes távolságból videózok. Ja, és egyébként azt nézzétek, hogy ott meg. Na, arrafele meg aztán végképp nem megyünk. Ezek méhek. Dolgoznak szolgálmasan a zümik. De közelebbi kapcsolatban azért nem szeretnék kerülni velük, úgyhogy arrafele már nem megyek el. De szerinted ott nincs is semmi, az már a park területén kívül van. Itt vannak még dolgok. Szóval ez itt egy jurta lenne. Hát, de ezek közül melyik a jurta, egyik se úgy néz ki. Akkor nézzük meg, hogy itt mit írnak. Ember és környezete. Tudom a felvételem mennyire hallatszik, de borzalmasan sípol ez az izé itt. Na, mi ez? Hát ez egy sima nagy napelemes rendszer. Mondom, ez lát itt el árammal mindent, és az inverter sípol ennyire. Hát esetleg valaki nem látott még napelemet hátulról. Itt a lehetőség. És így néz ki közvetlen közelről. Hát, ez termeli az áramot. És ott van még az a kettő, amit nem néztem meg. Ja, sőt, nem, azt néztem meg először. Akkor még erre elnézek. De szerintem itt már nincs semmi. Na, nézzétek meg, itt van ez az épület, de na, el sem, mert megyek közelebb, megy egész csapat. Egész csapat dadás lakja. Ott is befészkeltek rengetegen, itt a csatorda alatt végig. Mindenhol fészek van, úgyhogy... Ezt inkább, hogy aha, meg ott is van egy... Ott a sarokban is van, aha. Hát igen, ezt lakják, akkor azért van itt egy adás. Csak tisztes távolságból. Nézzük meg. Aha, meg gondolom a cserép alatt is rengeteg van. És... Döng is élnek itt mindenfele, úgyhogy... Szerintem ebből nekem ennyi elég is volt. És ez itt már az új kőkor. Legalábbis a tápla szerint. Neolit új kőkor. Hát na, akkor nézzük.
Viszont egy pár köcsög itt is van. Jó, más nem. De szerintem ennyi elég is ebből. Na, és akkor a bronzkor. Sok adás itt is. Na, nézzünk be. Nézzétek akkor innen. Viszont jól be lehet látni az egész parkot. Na, így. Na hát ez kb. Ennyi. Úgyhogy szerintem mindent láttam, ami itt van. Úgyhogy itt most már szerintem megyek is. Nincs mit megnézni. Abban a kunyhóban, abban nagyon sok dalázs lakik. Úgyhogy ha valaki eljár, csak óvatosan mászkáljon. Én is kb. Befotóztam az ajtóból, de beljebb nem mentem. Úgyhogy akkor ennyi volt, hát köszönöm, ezt is megnéztétek. Sziasztok!